Ugye eddig arról volt szó, hogy elindul a rendszer, kernel, init. És ott a megfelelő ábra utolsó sorában az szerepelt, hogy és az init az az eszköz, amelyik a különböző egyéb szolgáltatások indításáért felelős, tehát tulajdonképp az applikációkat, azokat az init fogja indítani. Na most egynél egy nüansznyival azért a dolog bonyolultabb. Azok a szolgáltatások, amelyeknek tehát a feladata igazából az, hogy klienstől jövő valamiféle kéréseket kiszolgáljanak, csináljanak valamit, azaz normális körülmények között azt mondanám, hogy a gép bekapcsolásától a kikapcsolásáig fussanak, ezeknek a szolgáltatásoknak két különböző módon van lehetőség az indítására. Az egyik, amik tényleg ilyen mindig fut jellegű, ezeket időnként szokták nemes egyszerűséggel szervizeknek nevezni, és előszeretettel szerepel vagy a nevükben, vagy a gyakorlatban használt kiejtésben, vagy egy D betű, vagy egy démon szócska. Tulajdonképp ezek azok a szervizek, amiket az előbb taglalt init eszközök indítanak. Na most a eszközök közül azok, amelyek hálózaton keresztüli kommunikációra képesek, vagy pláne elsősorban hálózati kapcsolatok kiszolgálására képesek, jó pár olyan eszköz van, amelyik képes arra, hogy ő egyszer elindul, meghatározott TCP vagy UDP porton várja a kliensektől a kéréseket, csinál valamit, aztán megint várja, megint csinál valamit. De van olyan is, amelyik erre a fajta működésre alkalmatlan. Itt most ténylegesen szó szerint azt kell érteni, hogy alkalmatlan. Nem úgy lett megírva. Ez ugyanis annyit jelent, hogy amikor az alkalmazás elindul, akkor neki tudnia kell, hogy mik azok a lépések, amik egy hálózati szerver porton való üzenetfogadáshoz kötelezően végrehajtandóak. És ezeket a lépéseket neki meg kell csinálnia. Most van pár olyan szoftver, amire egyszerűen a fejlesztője mindentől, ez neki túl bonyolult. Ő nem így írja meg az alkalmazást, kihasználja azt a jól bevált módszert, amiről itt a sokkal korábban volt szó, hogy hát van itt a Unix világában valami standard input, meg standard output. Azt ő nem foglalkozik azzal, hogy most hálózati kapcsolat, hanem fogad a standard inputon adatokat, azt küld a standard outputra. Mindenki oldja meg, hogy ezt hogy talál hozzá. Ez nem az ő dolga. Ez utóbbiakat, tehát akik alkalmatlanok technikai értelemben arra, hogy hálózati kapcsolatokat fölépítsenek, azokat szokták úgy hívni, nem nincs igazán rá szó, azokat mondják úgy, hogy InetD-ből futó szolgáltatások. Az InetD, ugye ott a nevében a D, vagy a démon, internet szuperdémonnak hívták régen, az egy olyan hálózati kapcsolatok felépítéséért felelős segédprogram, aminek semmi más dolga nincs, mint vár egy megadott TCP vagy UDP porton arra, hogy hozzá kapcsolatkiépítési kérés érkezzen. Majd miután érkezett egy ilyen kérés, a konfigurációs fájl alapján tudja, hogy ha kérem ezen a porton érkezett a kérés, akkor ezt az alkalmazást kell elindítani, oly módon, hogy a hálózati kapcsolatot azt összekapcsoljuk az alkalmazás standard inputjával és standard outputjával. Eredménye, magát a konkrét funkciót megvalósító eszközt nem kell elbonyolítani azzal, hogy kell hálózaton kommunikálni, mert ő kommunikál standard inputon, standard outputon, de cserébe ahhoz, hogy ő fizikailag működni tudjon, kell odarakni egy plusz szoftvert, ezt a bizonyos inendét. Na most, ez egy jó darabig úgy nézett ki, hogy az alkalmazások durván fele, kicsit talán több, mint a fele, nem volt képes a hálózati kommunikációra, tehát csak inetéből lehetett futtatni.
ma az arány erősen megfordult, ma talán azt nyugodtan lehet mondani, hogy a legtöbb szoftver képes arra, hogy ő ténylegesen kommunikáljon a hálózaton keresztül, és képes egy hálózati szerverportot megnyitni, az adott portra ráülni, várni a kliensektől érkező kéréseket. Az más kérdés, hogy nagyon sok olyan szoftver lett, ami vagy az idők során pluszban kapta ezt a képes vagyok hálózati szerverként is működni funkciót, vagy néhányat eleve úgy írtak meg, hogy ha neked jó, akkor indítsad ineddéből, ha neked úgy tetszik, akkor futtasd önálló alkalmazásként. Régebben például az FTP szerverek gyakorlatilag csak ineddéből tudtak indulni. Pont. Nem volt választás. A mai FTP szervereket jellemzően nem ineddéből futtatják, és nem tudom, hogy van-e még egyáltalán olyan használatban levő elterjedt FTP szerver, amelyik csak ineddéből tud futni, és nem képes arra, hogy ő maga rájön a 21-es TCP portra. Azaz, ma annyival jobb a helyzet, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt, hogy ma nagy eséllyel te választhatsz, hogy van-e egyáltalán szükséged az ineddére, vagy nincs. Na most, az ineddé az ebben a formájában megnevezve egy általános fogalom, arra a szoftverre, amely valamiféle konfigurációból előszedi, hogy hol várjon a hálózati kapcsolatokat, és ha beérkezik a kapcsolat, kit indítson el. Linux világban, ugyanúgy, ahogy az előbb emlegetett initnél, itt is volt egy nagy átalakulás. Kezdetben használták a klasszikus Unixos világból átvett init, nem jó, inet, de megvalósítást. Ma a legtöbb Linux disztribúcióban annak egy továbbfejlesztett alternatíváját használják, amit úgy hívnak, hogy xinetd, ezért is van ilyen agyament módon megfogalmazva a vetítendő anyagban. Lévén a funkció ugyanaz, az eltérés abban van, hogy hogy kell konfigurálni, illetve hogy mit tud, vagy mit nem tud egyik vagy másik megvalósítás. Na most, funkcióját már elmondtam. Vannak egy vagy több fájlba szétszórva konfigurációs leírások, amik azt határozzák meg, hogy milyen szolgáltatás helyett várja a hálózati kapcsolatokat az ineddé, és azt mondják meg, hogy mi módon kell a kapcsolat beérkezésekor az alkalmazást, a konkrét, a fizikai kommunikációt megvalósító alkalmazást elindítani. Ez az ineddé feladata. Ezt természetszerűleg egy-két extra paraméterrel ki kell, vagy ki lehet bővíteni, de ez a lényege. Használata abból áll, hogy meghatározom, hogy én milyen szolgáltatást, milyen hálózati szolgáltatást akarok nyújtani az adott szerverre. Most kicsit leegyszerűsítve, akarok a levelező szerver, webszerver, webproxy, blablabla. Meghatároztam az alkalmazásokat. Kiválasztom, hogy egy adott funkcióhoz pontosan melyik alkalmazást akarom használni. Tehát, mint mondtam, FTP szerverből gyakorlatilag Dunát lehet rekeszteni. Aki hálózattal akar szórakozni, hálózatot akar, kommunikációt akar programozni, annak eljön az az időpillanat, amikor ő most FTP szervert fog írni. Pont! Azért, mert az FTP szerver jó, és azért, mert az FTP szerver nem annyira jó, lukacsos, mint az ementáli. Tehát majd én megírom a világ legbiztonságosabb, leggyorsabb, legkisebb erőforrás igényű FTP szerverét. És aztán, amikor utána néz az RFC-kbe, hogy mit kell tudni egy FTP-nek, akkor itt általában abba hagyja a dolgot, és úgy dönt, hogy csinálok valami egyszerűbbet, de ennek ellenére nagyon sokféle FTP szerver elérhető. De ugyanez érvényes az összes többire is. Adatbázis kezelőke, hát ugye Dunát lehet belőle rekeszteni. Van rá pénzed, akkor is, nincs rá pénzed, akkor is van választék.
Szükséges a távoli gépre átjelentkezni? Kell biztonság, kell titkosítás, kell ez, kell az, kell van. Ilyen gép, olyan gép, amolyan gép? Erre is van. Sok lehetőség. Tehát ugye megfogalmazod az igényeket, kiválasztod az applikációkat. Ha ezek megvannak, akkor ugye jön a következő lépés. A kiválasztott applikációhoz kell az InEd? Nem. Tud InEd-ből működni? Igen. Ez ugye a lehető legrosszabb helyzet, mert el kell döntened, hogy akkor ő most egy önállóan futó alkalmazás, vagy egy InEd-ből futó alkalmazás. Miért jó, ha valamit InEd-ből futtatok? Mert csak akkor fut, amikor szükséges. Az InEd ül, várja a kapcsolatot. Beérkezik a kapcsolat, elindítja az alkalmazást, összekapcsolja a túloldallal, oldjátok meg a továbbiakat. Ha az a kapcsolat befejeződik, az alkalmazás jellemzően leáll, és az InEd újra várja a kapcsolatot a túloldalról. Nyilvánvalóan, ha egy adott szolgáltatást nyújtanod kell, de az adott szolgáltatást amúgy ritkán veszik igénybe, akkor ez az InEd-ből futtatott megoldás, ez jó. Na de most képzeld el, hogy az alkalmazást másodpercenként 5000-szer kell elindítani, akkor már nem biztos, hogy InEd-ből kéne őt futtatni. Már amennyiben ő képes arra, hogy önállóan fusson, szerverként. Azaz, ez ugye a te döntésed. Vannak mindenféle best practice-ek, hogy ma így szoktuk, tegnap így szokták, és mindenki eldönti, hogy ha olyan alkalmazást választ, ami önállóan is tud, InEd-ből is tud futni, akkor neki kell-e az InEd, mint köztes réteg. Az InEd előnye egyébként, mint mondtam, az, hogy a konkrét alkalmazás csak akkor fog futni, amikor szükséges. Normális InEd megvalósítás csekély erőforrás igényű, keveset igényel. Következésképpen az, hogy ő, mint egy plusz kolonc, folyamatosan ott van, az általában nem akkora gáz. De természetesen van, amikor az is fölösleges. Vannak olyan alkalmazások, amiknél föl sem merül, mert csak kizárólag önálló futtatásra alkalmasak. Szerverként képes futni, InEd-ből indítva nem. Akkor ez nem kérdés. Nyilván, ha nincs InEd igényű szolgáltatás, akkor magát az InEd csak azért futtat, hogy álljon és malmozzon, nem sok értelme van. Ha van két-három szolgáltatás, amik mind képesek önállóan futni, akkor még mindig jöhetnek ilyen teljesítmény monitorozások. De van az a pont, amikor az ember azt mondja, hogy igen, InEd-re szükség van. És ebben az esetben ugye már csak választás van, mit használjunk, hagyományos InEd-t, vagy X-InEd-t. Ez megint egy olyan dolog, majdnem mint az InEd, a legtöbb terjesztésben valami gyárilag fölkerül. Más kérdés, hogy van olyan terjesztés, amelyik azt mondja, hogy én nem rakok föl neked InEd-t, pont. Mert ha kell, akkor majd rakd föl te valamelyiket. Hogy melyiket, az a te dolgod. Na most, konfigurálás az ugye mit jelent? Milyen alkalmazást, mi módon kell futtatni, milyen hálózati csatlakozásokra kell figyelni. Magyarul valamiféle konfigurációs fájlokban kell leírni. Hát az egyszerűség kedvéért ide dobtam ezt az oldalt, jól áttekinthető, teljesen egyértelmű dolog, a két darab InEd két teljesen különböző konfigja szerepel ezen az egy szerencsétlen ábrán. Azaz, ha valamilyen csoda folytán te a régi hagyományos InEd verzió mellett döntesz. Például, mert vannak kereskedelmi Unixaid, amik ezt használják, nem tudsz, vagy nem akarsz, vagy nem szabad alternatív szoftvereket rájuk telepíteni, akkor nyilván sokkal kényelmesebb, hogyha az összes szerveren ugyanazt a konfigurációs struktúrát kell megjegyeznem. Ha egyébként semmi extremitást nem használok ki az X-InEd funkcióból, akkor nyilván sokkal kényelmesebb ez a régi forma, azzal együtt is, hogy kevésbé áttekinthető, sokkal zsúfoltabb jogszám.
Hagyományosan van egy darab per etc per inendé.conf nevű szöveges konfigurációs fájl, amely fájl egy sora egy darab bejegyzés. Ebben a bejegyzésben írom le az összes működéssel kapcsolatos paramétert. A bejegyzések közül szokás szerint, ami kettős kereszttel kezdődő sor, az ugye megjegyzésnek számít, tipikusan ugye így szokták kikonfigurálni a dolgokat belőle. Nyilván ki is lehet törölni, csak akkor nehéz lesz utólag visszaemlékezni, hogy mit kellett volna odaírni. A másik fele, hogy a bejegyzés sorai jól definiált szerkezetűek, mint ott látható szóközökkel, tabulátorokkal elválasztott, meghatározott sorrendű paraméterek szerepelnek. Az első mező, az gondolom ismerős, ez a szolgáltatás neve, ami egy meglehetősen lényeges információ, hogy ennek a névnek a per etc per services névre hallgató fájlban szerepelnie kell, ugyanis abból a services fájlból fogja tudni az inendé kiszedni, hogy neki pontosan hol is kell a hálózaton figyelnie. Azaz, ha megnézed az RTC per services fájlt, akkor abban fogod látni, hogy például az FTP az a 21-es TCP port. Ebben két információ van abból, ami kell. TCP protokollal zajlik a kommunikáció, és ugye a 21-es port lesz az, ahol az INED-nek figyelnie kell. Ha jobban megnézed, az INED-konveri bejegyzésben, hát a 21 az legalábbis láthatóan nem szerepel, még ha a TCP igen. Na most, második paraméter stream vagy DGRAM szócska. Stream, nagyon leegyszerűsítve a dolgokat, gyakorlatilag azt jelenti, hogy TCP alapú kommunikáció, stream byte folyam alapú kommunikációt fog folytatni. DGRAM esetén datagram alapú, azaz UDP kommunikáció fog zajlani. Na most, harmadik paraméter egyértelműen ugye a TCP vagy UDP kulcsszó, ugye a kommunikáció módja. Technikailag az első mezőben levő név és a harmadik mezőben levő protokoll az, ami alapján az RTC per Services-ből az INED összeszedi azt az információt, hogy neki most milyen porton is kell figyelnie. Ha az ember belenéz ebbe az RTC per Services fájlba, akkor találkozhat olyannal, hogy egy adott szolgáltatást elvisíkon, mind TCP-n, mind UDP-n keresztül nyújt a rendszer. Legalábbis találkozhatsz olyannal, hogy egy adott szolgáltatásnál oda van írva, hogy TCP per valamennyi, meg UDP per valamennyi. Ez nem egyértelműen jelenti azt, hogy az adott szolgáltatás tényleg mindkét protokollon keresztül elérhető, sőt, többségében nem igaz. Arról van szó, hogy egy ilyen központi szervezeten keresztül lehet ezeket az úgynevezett szerverportokat lefoglalni, és a szervezet igyekezett egy időben, nem tudom, hogy ma hogy van, azt mondani, hogy ha valakinek kell egy konkrét TCP vagy UDP port, akkor megadja mind a kettőt, a TCP-t is, meg az UDP-t is. Mit tudom én, például a névfeloldáshoz szükséges DNS protokoll olyan, ami 53-as TCP és 53-as UDP. Mind a kettő használatban van, szerepel is az RTC Services-ben. De például az FTP az nem fut UDP fölött, de ennek ellenére akkor a RTC Services fájban mind a két beállítás ott van. Na tehát, még mondtam, RTC per INED.conf plusz RTC Services együtt mondja meg, hogy az adott szolgáltatást milyen protokolla, milyen porton kell magának az INED-nek várnia azon a porton, azon a protokollon hozzá kapcsolat felépítési kérés, illetve inkább úgy fogom, hálózati kapcsolat érkezzen. Ugye UDP-nél nincs is kapcsolat, tehát nem mondhatnám ezt, hogy kapcsolat felépítési kérés. Na most, no wait, szerintem önmagáért beszél a szó, azt jelenti, hogy amikor a kapcsolat megtörtént, elindította az INED az alkalmazást, akkor nem kell befejezését megvárnia, hanem azon nyomban újra ül és vár arra, hogy egy újabb kapcsolat érkezzen hozzá. Nyilván a párja a vét, amikor addig az INED nem figyel, ameddig az alkalmazás le nem áll. A root az úgy gondolom
megint csak nem igényel magyarázatot, ennek a felhasználók a nevében fog az alkalmazás majd elindulni. És ha kicsit nehezen is, de eljutottunk magához az alkalmazáshoz, utolsó előtti mező, USR-ben Libegzők per FTPD, ez konkrétan egyébként egy FreeBSD-s iredékóból van kiválasztva, azért olyan furcsa ez a elérési útvonal. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy amennyiben a TCP 21-es portra érkezett egy kapcsolatfelépítési kérés, és ugye, sikerült is a kapcsolatot felépíteni, akkor el kell indítani az USR-ben Libegzők per FTPD nevű szolgáltatást, root user nevében, és azon nyomban újra figyelni kell a következő kérést. Na most így szokták egyébként a hagyományos INET-D-ben elrontani a dolgot, ugyanis az utolsó paraméter az a elindított programnak átadott paraméterek, de ha jobban megnézed, valamint még egyszer a program neve. Ez nem elírás, nem hiba, ezt tényleg így kell. Tehát egyszer megadom, hogy mi az a program, teljes elérési útvonalon, másodszor pedig megint csak meg kell adnom, hogy mi az a program, ami elindul. Itt jellemzően már nem szokták megadni az elérési útvonalat, de magát, a program nevét mindenképpen meg kell adni. És egyébként pedig, hát az a példa esetében, ezt az FTPD-t, ezt minusz L opcióval akarjuk indítani. Na most, ez a hagyományos INET-D config file formátum, ez gyakorlatilag a kereskedelmi Unixok mindegyikében ugyanúgy néz ki. Annó még Windowsra is láttam ilyet. Noha, ott nyilván nem ez a jellemző. Bizonyos operációs rendszerekben ennél lehet egy kicsit több mindent megadni. Hagyományos INET-D-nél például eléggé komoly problémának tartják, hogy nincsen benne semmiféle korlátozás. Tehát ilyen, hogy egy másodperc alatt 16 000 kérés érkezik, az gyaníthatólag inkább hiba, mint valós használat. Nincs rá lehetőség, hogy az ember ilyet megmondjon. Tehát szerencsétlen hagyományos INET-D ilyenkor megpróbálta a másodpercenkénti 16 000 kérést kiszolgálni. Nagy eséllyel persze nem sikerült neki, és rendesen leterhelte a szervert. De ez van. Na most, többek között ezek miatt, hogy egy csomó ilyen a mai nem kifejezetten barátságos, hálózatos időben ezt meg azt meg azt a funkciót nem gyújtják ezek a hagyományos INET-D megvalósítások, ennek köszönhető lett aztán többek között az XINET-D-nek, meg az egyéb alternatív INET-D helyettesítőknek a megjelenése. Na most, ha viszont már újraírtuk, és ha már egyszer be kell vezetni olyan funkciót, ami az eredetiben nincs, ami feltétlenül azt eredményezi, hogy inkompatibilisek leszünk az eredeti formátummal, akkor lehet alternatív formátumot választani. Így alakult ki, hogy az XINET-D nevű verzió azt mondta, hogy szép meg jó, hogy van egy darab konfigurációs file, és minden abban van leírva, de a kezelhetőség érdekében ezt lehetne azért jobban csinálni. Mi lenne, hogyha minden alkalmazás önálló config file-ba kerülne? XINET-D-nél ez így is néz ki, per etcp.xinetd.d nevű könyvtár, és azon belül minden szolgáltatáshoz van egy a szolgáltatás nevével megegyező config file. Ez utóbbinak például az a nagyon kellemes előnye is megvan, hogy nem kell magában az INET-D konfigjában tárolni az FTP szerver konfigot, ha egyébként nincs FTP szerver a géten. De például az FTP szerverhez, mint csomaghoz, hozzá csomagolhatom az ő XINET-D konfig fájlját, amit akár a telepítés során automatikusan bekonfigurálhatok. Mármint, amikor az FTP szervert telepítem. Azaz, régen az volt, hogy minden ott volt a fájlban, neked, mint rendszergazdának volt a feladatod, hogy eldönts, hogy akarod, nem akarod, kommentbe teszed, kitörlöd, mit csinálsz. Most meg kicsit egyszerűbb. Nem kell FTP szerver? Nem telepíted fel az FTP szerver csomagot. Kész, el van intézve.
sehol nincs nyoma az FTP szervernek, semmilyen szoftver nem fog FTP kérésekre várni. Föltelepíted az FTP szervert, ő meg hozza magával az XLD konfigot, már feltéve, hogy így ilyen ILD-ből futtatott verziójú FTP-t használsz, és maga a konfig az FTP szerver csomagnak lehet a része. Na most, felépítés, tehát mint mondtam, applikációnként egy fájl, hát mint látható ilyen változó egyenlő érték jellegű konfig fájlja van. Leglényegesebb eltérés nem kell egy sorba, és nem kötelező a sorrend, mert hogy minden egyes bejegyzésben szerepel az az információ, hogy ő milyen paraméter. Azaz, az alsó rész az egy Linuxos terjesztésbeli FTPD konfignak az ineddés konfig fájlja, és direkt nem raktam abba a sorrendbe, ami az eredeti hagyományos ineddé sorrendjét adja meg, mert nem kell. De ha jobban megnézed, azért ugye a paraméterek többé-kevésbé egyértelmű összekombinálhatók. A disable egyenlő no, ez világos, azt jelenti, hogy az adott szolgáltatást igenis engedélyezem, ez ugye megfelel annak, hogy nincs kommentben. Wait egyenlő no, hát ez a no wait paraméter. Flex egyenlő reuse, hát ez most kicsit zűrös, mert ez nem fér bele az előzőekbe. Socket type egyenlő stream, ineddékon második mezője. Protokoll TCP, ineddék harmadik mezője. User root, ötödik mező. Port FTP, hát ez ugye technikailag a legelső mező. És megint az van, hogy a port és a protokoll páros az, ami alapján majd előszedi, hogy pontosan milyen porton is kell neki a XLD-nek hallgatnia, és mint mondtam, RTC per Services nevű szövegfájl alapján fogja előtteni. Server egyenlő, USLibe user FTPD, megint egyértelmű utolsó előtti mező, az egyetlen eltérés, és lényeges eltérés, hogy itt a server args-ba ténylegesen csak az elindított szoftver paramétereit kell leírni, nem kell megadni még egyszer a program nevét. Tehát még a hagyományos ineddében kötelező, elég viccesen működik, hogyha elfelejted még egyszer megadni a program nevét, az XLD-ben nem kell még egyszer leírni. Ennyi a lényegi eltérés. Na most, zárójelben, mert erre már nem írtam külön szlájdot, az ineddé, teljesen mindegy, hogy melyik megvalósításról beszélünk, tud néhány szolgáltatást saját hatókörben megoldani. Ezeket úgynevezett internál ineddé szolgáltatásnak hívják. Magyarul nem egy külső program intézi azt a fajta kommunikációt, hanem maga az ineddé vagy XLD implementáció lesz, aki az adott szolgáltatásért felelős. Na most hát ezek ilyen hihetetlenül bonyolultak, például mint a karaktergenerátor nevű csodálatos termék, ami kifejezetten arra volt kitalálva, hogy a hálózat megbízhatóságát lehetett tesztelni vele, ugyanis ha erre a karaktergenerátor portra rá csatlakoztál, akkor ő a végtelenségig köpte az ABC-t. Ezért aztán viszonylag könnyen föl lehetett ismerni, hogyha valami adatátviteli hiba volt, bit hiba volt, csomagvesztés volt, ilyesmi. Valódi jelentősége nulla, de egyfajta teszteszköznek nagyon jó volt. Vagy voltak ilyenek, amivel a távoli gép óráját lehetett megkérdezni. Ez mivel nem igényel különösebben komoly műveletet, hogy ma mennyi az idő, ehhez fölösleges egy külső szoftvert elindítani, tehát maga az ineddé, ő automatikusan elintézte ennek az adott protokollnak a lekommunikációját. Még egyszer mondom, ma egyre kevésbé valószínű, hogy neked ineddére szükséged van, de amennyiben szembe jön, akkor legalább tudnod kell róla. Ez szoftverek zömében általában ma már választás kérdése. A vicc az, hogy az SSH szerver tud ineddéből futni, de nem jellemző. Megvan az a kellemes hátulütője, hogyha ineddéből futtatom, akkor nincs olyan, hogy elhal, mert hát az ineddé újraindítja, mihelyt érkezik egy új kérés.
ha önállóan fut az SSH szerver és elhalálozik valami eddig nem ismert hiba folytán, akkor köszönjük, ennyi volt a távoli hozzáférés. Régen, 10-15 évvel ezelőtt a gépek teljesítménye volt olyannyira alacsony, hogy jogos volt, hogy az SSH szervert statikusan egyszer elindítjuk, azt mindig fut stílusban futtatták. Mai gépek teljesítményénél ennek már valódi jelentősége nincs. Gyönyörűen, bőven elég lenne őt inetnéből futtatni. Talán az inetd az egy megbízhatóbb szoftver, mint az SSH szerver. Talán az inetd-t nehezebb elhasaltatni, mint az SSH szerver. Természetesen biztos vannak emberek, akik az mást mondanak. De ugyanezt mondom, nagyon sok mindenre igaz, tényleg levelező szervertől egy csomó ma használatos egyéb szerverig. Mondjuk DNS szervert nem jellemző inetd-ből futtatni, kicsit nehézkesebb lenne működőképes a rendszer, mondhatni sem ennyire. Olyan, mint cache-sel is nem működne, teljesítmény is elég rendesen lelassulna, szóval lennének vele zűrök. Még egyszer, szóval nem biztos, hogy valaha egyáltalán lesz olyan, hogy kell neked az inetd, de ha kell, akkor legalább tudjál. Kérdés. Igen? Ha jól értem, akkor a inetd az másképpen ezért kell felsorolni a hagyományos inetében. Nem, a vicc az, hogy abban az értelemben másképp, hogy másképp paraméterezi ugyanazt a rendszerhívást, a hagyományos inetd, tehát az egy sorban van a config, egy fájban minden, az azt mondja, hogy abban a műveletben, amikor elindítom a külső alkalmazást, az egyik paraméter az alkalmazás neve, majd pedig jönnek a paraméterek, és ebbe az inetd azt teszi bele, amit én ott megadtam. A shell az meg gyárilag beleteszi magának az alkalmazásnak a nevét, ő meg csak akkor, ha én is odaírtam. És az, hogy ezt kinek a környezetváltozót fogja felhasználni, azt lehet valahogy... Senkiét. Ilyen fál, hogy ezeket neked kell biztosítani, hogy be legyen állítva, hogyha szükséges. Tehát, hogy mondjam, ott ugyan szerepel egy ilyen, hogy kinek a nevében fut, de annak a nevében mondjuk egy login mechanizmus nem zajlik le. Annak a felhasználónak a profiljában, egyéb indító scriptjeiben található beállítások nem hajtódnak végre. Ez csak, mint az adott program, mondjam, futtatója lesz beállítva, egyéb ilyen környezeti beállítások nem lesznek. Tehát azt itt nem tudod megcsinálni. Egyébként, ha nagyon muszáj, van egy env nevű parancs, ami, talán emlékeztek rá, arról szólt, hogy lekérdezhetem, hogy milyen környezeti változók vannak, de azt mondom, hogy env a egyenlő b, c egyenlő d, xyz, akkor ő az xyz nevű programot úgy fogja futtatni, hogy azt a bizonyos a, b és c környezeti változókat megkapja. Tehát ha például környezeti változókat be akarsz állítani, akkor nem az FTPD-t kell indítani, hanem az env-et kell indítani. Ezekkel a paraméterekkel is mondjuk megtörténik. Na most! És egy ilyen kicsit kakukk tojás itt a különböző szoftverek indításához. Most eljutottunk odáig, hogy vannak alkalmazások, amik önállóan futóképesek, vannak alkalmazások, amelyek hálózati szolgáltatást nyújtanak és önállóan futóképesek, és vannak hálózati szolgáltatást nyújtó alkalmazások, amelyeknek kell egy ilyen segédszoftver, mint ez a inetd. Eddig oké. Na de hogy indítom őket? És akkor most az összes, ami ma eddig elhangzott, azt mind össze kell kombinálni. Hát vannak alkalmazások, amik inetd-ből kell indítani, az annyit jelent, hogy a megfelelő inetd konfigurációt beállítani, majd elindítani, ha addig nem futott magát az inetd-t, ettől ő figyel a kapcsolat
hálózatra, és ha beérkezik a hálózati kapcsolat, akkor elindítjuk a szolgáltatást. Aztán vannak azok a szolgáltatások, amik ugye futnak. A DNS szerver, ma jellemzően a levelező szerver, a távoli elérés biztosító SSH szerver, elindul a géppel egyidejűleg, azt leáll a géppel egyidejűleg. Amikről meg ugye azt mondtam, hogy tulajdonképp az ilyen-olyan-amolyan init implementációk intézik azt, hogy ő elindulja. Na most, mivel túl sokféle init implementáció van, túl sok initd implementáció van, ez némileg nehezíti a dolgot, ezért aztán ilyen könnyítésként azt mondtam, hogy ugyan nem tökéletes, nem szabványos, nem mondhatnám, hogy ez a legjobb, de ez majdnem mindenütt működik. Tehát ha neked szükséges egy adott szervizszolgáltatás indítása, akkor nem kell tudnod, hogy te most éppen milyen initet használsz, mert ha tudod, akkor tudod, hogy per etc per init.d per cron start. Ő nem. Init control cron start. Ja nem. System control start cron pont service. Francokat. Service start stop. Azaz. Odaírtam a hagyományos System 5 initben egy szolgáltatást, ami nem ineddéből, hanem önállóan fut, azt így kéne indítani. De már nem írtam oda azt, hogy ezt hogy kell. Upstart esetén, hogy kell System D esetén. Cserébe majdnem minden disztribúcióban működni fog az a parancs, amit úgy hívnak, hogy service. Service! Mit akarsz futtatni? Indítani akarod. Leállítani. Mit akarsz? Azaz, van nagyon sok disztribúció specifikus dokumentáció, ami arról szól, hogy egy adott disztribúcióban egy adott szolgáltatást, hogy kell elindítani, leállítani, státuszt lekérdezni. Olyan is van, ahol még arra is képes az a bizonyos disztribúció specifikus eszköz, hogy az önállóan futó és az ineddéből futó alkalmazásokról is kapjál egy ilyen információt, vagy akár oda tudjál szólni az ineddének, hogy bocs, mostantól engedélyezd már mondjuk az FTP szervizt, ami eddig nem volt. Ilyen csodafegyver nincs, de az a parancs, amit úgy hívnak, hogy service, az egy többé-kevésbé jól és minden terjesztésben használható általános eszköz egy adott önállóan futni képes szolgáltatás futtatására, vagy leállítására, ugye, start vagy stop paraméterrel indítod. Azaz lehet, hogy pár vérprofi adott disztribúció hívő ezért negró, de nyugodtan szokja hozzá a szerviz parancshoz. Mert nagy eséllyel ugyanúgy fog működni Red Hat-en, Ubuntu, Suzanne. És nem azzal kell gyökölni, ma éppen milyen verzió van, milyen initünk van, hol a francba van az adott nyomorult futtató parancs. Ezt most szerviznek hívják, oda kell írni a nevére, vagy egy shell script, ahol az elérés, vagy hogy is, nem tudom. Service cron start van, yes. Úgyhogy egy általánosságban működő eszköz, noha nem tökéletesen precíz. Mert ugye mindenhol van ennél jobb eszköz az adott szervizek és az adott init rendszer függvényében. Na most, még két dolog van hátra a mai napból. Az egyik naplózás, valamilyen szinten. A múlt az gyönyörű, amikor egy applikáció úgy döntött, hogy ő naplózni szeretne, akkor hasára ütött a fejlesztő,
kiszokta a kis ujjába, hogy akkor ilyen formátumban itt levő fájlba írom azokat a napi bejegyzéseket. És innentől valahova oda tette. Aztán a következő is a hasára ütött, az azt követő is. Ennek időnként a mai napig látszódnak a nyomai, hogy gyakorlatilag a fájrendszer legváratlanabb pontjai lehet időnként szoftverek naplófájaival találkozni. Később azért valakiben felmerült, hogy ez lehet, hogy egy általános igény, kéne valami megoldást találni, így jött létre ez a syslognak nevezett jószág. Ez tulajdonképpen a következő komponensből áll. Áll egy programozónak odaadható függvénykönyvtárból, hogy aki tehát naplózni akar, annak a következő könyvtári rutinokat kell használni. Openlog, closelog, syslog, körülbelül ennyi. Áll egy olyan szerver komponensből, aki az ezen a programozói eszközön keresztül naplózott információkat megkapja valami módon. És tulajdonképp ide tartozik, hogy és áll egy harmadik részből, hogy és ezeket hogy dolgozza föl. Mit csinál a napló szerver a hozzáérkező napló bejegyzésekkel. Na most, a hagyományos syslog megvalósítás egy roppant egyszerű jószág volt. Azt mondta, hogy biztosítja lokális gépen belüli naplózást. Tehát az applikáció azt mondja, hogy openlog, amikor naplóznia valója, akkor azt mondja syslog, amikor elege van a naplózásra, azt mondja, hogy closelog, és a hozzátartozó szerver képes a érkező napló bejegyzéseket valahol egy fájlba eltárolni. Természetesen a későbbi feldolgozás érdekében rak hozzá némi infót, triviálisan ilyen dátuminfót például, esetleg processzinfót, hogy ki milyen azonosítójú, milyen nevű processz volt, aki az adott logot generálta. Na most maga egy-egy ilyen logbejegyzés, amit az applikáció küld, az három részből tevődik össze. Az egyik a legtriviálisabb, maga a naplózandó üzenet. Ezen túlmenően még két paraméter szoktak megemlíteni. Az egyiket úgy hívják, hogy, vagy úgy szokták nevezni, ami a szolgáltatás jellegére utaló paraméter. Hogy milyen funkciót ellátó szoftver volt ez. Nem a szoftver neve, hanem egy általános információ. Hogy hát ez valami autentikációval kapcsolatba hozható, vagy éppen nyomtató a rendszerrel kapcsolatba hozható. Végül a harmadik paraméter a sürgőssége, a prioritása, a fontossága az adott üzenetnek. Tehát egy üzenet ugye áll abból, hogy milyen jellegű szoftvertől jött, milyen prioritása van annak az üzenetnek, és hát persze ugye, hogy mi maga az üzenet. Na most, amikor egy naplózást magát konfigurálunk, akkor ez két részt jelent. Egyrészt a klienst. Ez az esetek többségében ma meglehetősen egysíkú, ugyanis a kliens naplóz valahogy. Tehát ő megmondja, hogy én ilyen kategóriába sorolom a saját üzenetemet, és ő megmondja, hogy milyen prioritásunknak tekintik az adott konkrét üzenetet. Némelyik szoftver egyébként nyújt szolgáltatást arra, hogy ezt szabályozzon. Tehát mondhatom, hogy bocs, de ugyan már ne FTP szoftverként azonosítsad magad, hanem baromság, mailként. És akkor a rendszer, mint egy levelező komponenstől érkező üzenetet fogja kezelni. Na most, és a második fele ugye a szerver oldala, ahol a valamilyen típusú üzenet jött valamilyen prioritással, jellegű információ alapján szortírozni kell, hogy hova kerüljön az üzenet. Magyarul a naplózás konfigurálása a szerver oldalon ezt a három dolgot jelenti. Honnan jön az üzenet, és a valahonnan érkező üzenet hova menjen. Van egy forrás, és van egy cél. A forrásba beletartozik
ez a bizonyos szolgáltatás azonosító, és vele tartozik a prioritás. Na most, ez, amit én az előző ábrán úgy hívtam, hogy honnan jött, vagy milyen jellegű szolgáltatástól jött, ennek a hivatalos dokumentációban az a neve, hogy facility, és hát ha nem az összeset, de azért párat felsoroltam a jelen pillanatban rendelkezésre állók közül. Kron, ez az ütemező szoftver, akinek segítségével meghatározott időpontban végrehajtandó művelet futtatását lehet előírni, elvileg a következő részben lesz róla szó. A mail az azt hiszem elég egyértelmű, valami, ami a levelezéshez kapcsolódik. Nyilván eredendően persze a levelező szerver üzeneteinek küldésére találták ki. A kern az megint ugye elég egyértelmű, valahonnan a kernel belső bugyoraiból érkező üzenet. Az autentikáció az ugye valahol, ahol azonosítással kapcsolatban merülhetnek föl naplózandó információ. Az FTP világos, ugye ténylegesen magának az FTP szolgáltatást nyújtó szoftverkomponensnek a kiszolgálására szolgál, és végül ugye az LPR, ez meg ugye a nyomtatókezelő alrendszer. Ezen túlmenően, mint mondtam, van még pár, ilyen úgynevezett facility szolgáltatáscsomó, valamint van 8 darab, ilyen későbbi célra még majd jó lesz kategóriába sorolható, lokál 0, lokál 7. Ezek gyakorlatilag arra szolgálnak, hogy ha az alkalmazás úgy érzi, hogy ő az előre definiáltak egyikébe se fél bele, akkor esetleg mondja ő magáról azt, hogy bocsánat, lokál 5 kategória vagyok, és onnantól kezdve te ugye külön tudod naplóztatni. Mármint alkalom. A prioritás vagy level vagy szint, ugye a adott üzenet fontosság paramétere, úgy szintén ilyen elég jól értelmezhető nevű stringekkel van leírva, hát a debug info, és itt tovább nem sorolom föl, mindenkinek megvan, ha kell, arra nem lesz, hogy a dokumentációban is benne van, egyre magasabb prioritási szintet jelentenek. Azaz, normál körülmények között egy debug info notice fontosságú napló üzenet az lehet, hogy mondjuk azért nem fog minden bejelentkezett felhasználó termináján vörösen villogni, mondvá, hogy minek. De nagy eséllyel érdemes úgy bekonfigurálni, hogy azért ez valahova naplózódja. Tehát amikor te a naplózást konfigurálod a szerver oldalról, akkor ezt kell megmondanod, hogy milyen facility-től milyen prioritású üzenetet hova akarsz küldeni. Magyarul meg kell határoznod a célt, a destination-t. Na most, hát itt felsoroltam párat. Egy konkrét bejelentkezett felhasználó, szerintem nem mondok vele újdonságot, ha jelzem, hogy hát tipikusan oda azt szokták írni, hogy raot. Ma ugye már nem jellemzően van bejelentkezve root nevű felhasználó, de hát azért hagyománytiszteletből ugye még mindig ez szokott szerepelni. Az összes bejelentkezett felhasználó elég egyértelmű, hogy itt valami olyan eléggé kritikus üzenetnél érdemes ezt bekonfigurálni, aminél tényleg nem baj, ha mindenki, aki az adott gépen dolgozik, megkapja a képébe, hogy hű, most az történt, hogy. Tipikusan ilyen, hát izé, az áram 2,5 perc múlva elmegy, a diszkek 3 másodperc múlva meghalnak, húzzál te a francba, mentsél, és egyébként ásd el magad, kategóriai üzeneteket szokták. És valamit kiírt, így van. De mi? Azt nem tudom rá, később. Ha már itt tartunk egy rövid kitérő, egy szervet le kellett volna állítani, de valaki be volt jelentkezve, úgyhogy van egy VOL, Right to All nevű parancs, úgyhogy azt mondtuk, hogy VOL, hívd fel az 1-2-3-4-es melléket. 4 óráig vártunk türelemmel, utána így elkezdtük körbe telefonálni, és ugye a 8-nál. Be vagy, dolgoztok a gép? Nem. De be vagytok jelentkezve? Hát tudod, minden reggel úgy szoktuk, hogy bekapcsoljuk a gépet. És nem történt semmi? Hát valamit fütyült. Ugyanis a VOL úgy küldi az üzenetét, hogy fütyül egyet a terminál, majd utána jön az üzenet. Aha, és megnéztétek? Meg. Na és mi volt kiírva? Broad cast message. Mi nem tudunk angolul, így itt abba hagytuk.
második sor esetleg? Jé, ez olvasható. Na hát szóval, igen, sajnos ez a jellegű menjen mindenkinek, ez általában semmire nem jó, de azért időnként azt szokták javasolni, hogy azért mégiscsak tegyük bele, hát ha van egyen, majd aki elolvassa. Na most, a gyakrabban használtak közé ugye föl lehet sorolni ugye, tetszőleges Unix-os fájlokat, és ugye, nem véletlenül írtam oda, ha egyszer minden fájl egy Unix-os, Linux-os világban, akkor ugye a perdef per printer is felírható, vagy a perdef per mt0, és akkor szalagra mentődik azonnal, tehát akár ilyet is lehet. Nyilván mind a kettőnek megvan az a hátulütő, hogy hát a disk betelik, a szalag kifogy, a papír elárasztja a szerverszobát, és amúgy is drága, tehát nyilván nem jellemző ma már ezeknek használata, de elvileg persze így is lehetne. És hát ami a meglehetősen gyakoriak közé tartozik az, hogy és megadjuk azt, hogy bocs, és egy másik szerver syslog portjára leszelzi a zsát küldeni. Ezt ugyanis nem mondtam, de a bizonyos syslog hálózaton keresztüli kommunikációra is képes. Van mondjuk egy apró hátulütője. Aki találkozott syslog-gal, azt tudja, a kommunikáció UDP alapú, lefordítom, az hamisítja, aki akarja. És, hogy mondjam, ma már picit talán jobb a helyzet, de azért volt időszak, amikor ezt előszeretettel ki is használták, hogy ja, hát ha UDP alapú, akkor miért ne hamisítsak logot? Úgyhogy ez egy eléggé komoly hátulütője a hagyományos syslog megvalósításnak. Nem véletlen, hogy itt is történt némi változás. Na, szóval a lényeg, általában, amikor napló szerver konfigurálása történik, illetve napló zárs konfigurálása, akkor gyakorlatilag ezt kell beállítani. Milyen kategóriájú szoftver, milyen prioritási üzenetek, hova menjen. Ennyi az egész. Sajnos a dolog ennél egy picikét bonyolultabb, ugyanis természetesen ebből is egymillióféle megvalósítás létezik. Régebben ez előteljesen elterjedt volt a BSD Unixokból átvett úgynevezett syslog D használata. Ennek egy darab per etc per syslog conf nevű szöveges fájl volt a konfigurációja. Egyszerű volt, mint a faék. Majdnem annyira sérülékeny is volt. Szóval voltak vele problémák. Talán a legnagyobb problémája az a mai napig az, hogy UDP. Ezért aztán egy idő után a Linux terjesztésekben szépen lassan elfogyott, és valamilyen alternatíva került a helyére. Hát két alternatívát soroltam föl. Ma talán a legtöbb terjesztés az rsyslog nevű eszközt használja. Az rsyslog egy nagyon pozitív tulajdonsága, hogy ugyanolyan konfigurációs fájlja van, mint a régi syslogd-nek. Csak mellékesen még egy millió egyéb funkciót is tud. Tehát gyakorlatilag fájdalommentesen le lehet cserélni a régi syslog implementációt, és már is megkapom az új extra dolgokat. Ilyen trivialitások, natív interfésze van különböző SQL alapú adatbázisokhoz. Képes immár nem csak UDP, hanem TCP-n kommunikál a távoli szerverhez, naplótát küldeni. Képes akár titkosított logolásra. Szóval van egy-két meglehetősen kellemes funkciója. És azzal együtt, hogy kapunk egy tényleg nagy halom új funkciót, azzal együtt még mindig viszonylag könnyű konfigurálni. Ami annyira azért nem feltétlenül mondható el a nagy ágyúról, a syslog NG nevű jószágról, ez egyébként egy magyar fejlesztés és egyik nagy informatikai csodáink közé tartozik a syslog NG. Én egyetlen egy hátulütőjét tudok, tehát mindent tud, csak mondjuk amit én leírok a előző két syslogban, mondjuk én kézzel a semmiből indulva nagyjából 50 karakterben, az a syslog NG-ben nagyjából 300 sor. Hogy ugyanazt a funkciót érjem el. Az más kérdés, hogyha kicsit többet szeretnék, akkor persze kicsit rugalmasabb. Teljesen más a konfiguráció formátuma, úgyhogy hát az egyik ismerősen fogalmazott ilyen nagyon udvariasan, azt mondta, hogy rsyslog, na jó, ha neked néhány ezer szervered van és központi syslog szerver és hogy mondjam, NSA szintű
timestamptől kezdve titkosításig minden franc kell, akkor vedd elő az ISO-gengét. Aminek egyébként van ingyenesen letölthető nyílt forráskódú verziója, de mellékesen ők kereskedelmi termékként is forgalmazzák, ha valakinek szükséges. És félreértést tessék, Magyarországon is van cég, nem is kevés, aki használja. Csak mondjuk úgy, hát nem annyiból áll, hogy leülök és 3 perc alatt készen van. Annál egy picit talán bonyolultabb a konfigurálása, tehát ténylegesen csak akkor éri meg a SysLogengére váltást, hogyha te tényleg kihasználod azt a rendkívül sok huncutságot, amit nyújt. Tényleg sok mindent tud, csak picit úgy, ugye az elindulása lassú. Tehát olyan, mint a VI, egy baromi jó eszköz, csak kell hozzá 3-4 év, hogy az ember megtanulja. Na most itt a laplózások kapcsán még egy apróságot illendő megemlíteni. A naplófájloknak van egy nagyon barátságos tulajdonságuk. Sokan vannak, nagyon nagyok és a végtelenbe tudnak nyúlni. Meg egy picit azon is túl, ami azért a jelenlegi diszkapacitások mellett fölvet bizonyos problémákat. Úgyhogy a naplózás kapcsán általában két dolgot meg kell említeni. Az egyik, van-e valaki, vagy lesz-e valaki, aki az adott naplófájt feldolgozza? Mert ha erre az a válasz, hogy nem, akkor kapcsolt ki. Az más kérdés, hogy ez sajnos nem minden helyzetben megoldható. Tehát általában legalább az a része, hogy legalább elvi síkon lehessen megnézni a 3 évvel ezelőttit. Az azért föl szokott merülni. Tehát a naplózás kapcsán általában valahogy bele kell tervezni, hogy na jó, hát ezeket archiválni kell. Illetve kezelni kell ezt a minden határon túlnövő problémát. Ennek a jellemző része az valahogy úgy néz ki, hogy de a rendszergazda ír egy kis shell scriptet, ami Chrome-ból fut óránként, naponta, hetente egyszer, és leellenőrző a különböző naplófájlokat, amikor azt látja, hogy túllépte a hasból, mondom, a 10 gigabájtot, akkor átnevezzük a naplófájt, az eredeti néven létrehozzuk a naplófájt, az frissen létrejött naplófáj tulajcsoport, jog és egyéb attribútumait beállítjuk, majd boldogan odaszólunk a naplózó szoftvernek, hogy bocs, olvasd újra a konfigodat. Ebben a pillanatban az történik, hogy ő bezárja a naplófájt, és újra megnyitja.